Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Már a kormány is elismeri, hogy idén januártól további három évig folytatná az Orbáni megszorításokat. Új év reggelén újabb, kőkemény Orbáni megszorításokra ébredtek a magyarok. Drasztikusan nőtt az üzemanyagok és az autópálya matricákára. Valamint családok százezreitől vették el a babaváró hitelt és a csokot ám közel sincs vége a megszorításoknak. Az Orbán kormány 2027-ig tartó költségvetési tervei szerint brutálisan csökkentik a családok lakástámogatásait, a rezsitámogatásokat és folytatják az önkormányzatok kivéreztetését. Az árnyék kormány szerint a magyar emberek már nem viselnek el újabb Orbáni megszorításokat. Ezért bér- és nyugdíj emelésekre, a rezsi emelés eltörlésére és a bérlakások építésére van szükség. A 2022-es választások óta az Orbán kormány tucatnyi megszorítást zúdított a magyarok nyakába, miközben az Orbáni infláció miatt egyre kevesebbet értek a fizetések és a nyugdíjak. Hiába fizették azonban a magyarok Európa legmagasabb élelmiszer- és gázárait, hiába fizették a világ legmagasabb áfáját, az Orbán kormány hatalmas költségvetési hiányt halmozott fel, amit a milliárdosok és a nagyvállalatok helyett most a gürcölő magyarokkal akar megfizetetni. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány azonban szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Megszorítások és áremelések helyett bér- és nyugdíj emeléseket. A milliárdos elét kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Bár az Orbán kormány további három évig, azaz 2027-ig tervezi a megszorításokat, 2026-ban a magyar embereknek újra lehetőségük lesz arra, hogy a parlamenti választásokon elzavarják a milliárdos elitet kiszolgáló Orbán Viktort. Dobrev Klár, a szociáldemokrata árnyékkormánya kormánya pedig a kormányváltás után véget fog vetni a megszorításoknak, mert a gürcölő magyarok helyett a milliárdosokkal fogja megfizetni Orbán Viktor ország romboló kormányzásának árát. Az árnyékkormány szerint a magyar emberek már nem viselnek el újabb Orbáni megszorításokat, ezért bér- és nyugdíjemelésekre a rezsi emelés eltörlésére és bérlakások építésére van szükség. A 2022-es választások óta az Orbán kormány tucatnyi megszorítást zútított a magyarok nyakába, miközben az Orbán infláció miatt egyre kevesebbet értek a fizetések és a nyugdíjak. Hiába fizették azonban a magyarok Európa legmagasabb élelmiszer és gázárait, hiába fizették a világ legmagasabb áfáját, az Orbán kormány még így is hatalmas költségvetési hiányt halmozott fel, amit most a milliárdosok és a nagyvállalatok helyett a gürcölő magyarokkal akar megfizettetni. A Dobrev Klára vezette árnyékormány azonban szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Megszorítások és áremelések helyett bér- és emeléseket, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!